Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Tárlatról, Tárlatra című műsorunkban, melyben ezúttal a múzeumok majálisán Grászli Bernadettel készítettem riportot, a Győri Rómer Flóris Múzeumnak az igazgatónőjével, az ő egyik kiállításukról, amelyik rövidesen a Széchenyi Könyvtárban lesz látható. Hallgassák meg ezt a riportot! Egy olyan különleges programban lehet részt azoknak a kiállítás látogatóknak, akiknek Győrben nem sikerült megtekinteniük a 85 éves a hangos film elnevezésű tárlatunkat, amely múlt év novemberében nyílt meg, és március végéig volt látható a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Magyar Ispita kiállítóterében, amely a magyar hangos film történetének első nagy korszakához kapcsolódó plakáttervezést, plakátkészítést mutatja be a különböző filmek szemszögéből. Az a megtiszteltetés érte intézményünket, hogy a kiállításra és a Győri Megyei Könyvtárral közösen kiadott hiánypótló nagy katalógussal együtt az Országos Széchenyi Könyvtár figyelmét is felkeltette kezdeményezés, hiszen az ő anyagukból is jó néhány unikális filmplakátot kölcsönöztünk a tárlatra, és úgy gondolták, hogy nem múljon el anélkül az év, hogy a kiállítás Budapesten is megmutatkozzon. Így május 31-én az Országos Széchenyi Könyvtár kiállító terében nyílik meg a 85 éves a hangos film elnevezésű kiállításunk. Ezt a tárlatot úgy kell elképzelni, hogy nem csupán a plakátok egymásra mellé sorolásáról van szó, hanem bemutatkozik egy kicsit a korszak is, filmrészletekkel kiegészítve. Ez egy nagyon érdekes kérdés filmplakáttal foglalkozni, főleg a fekete-fehér filmek világába tartozó filmplakátokkal, mert míg a filmek maguk fekete-fehéren forogtak ebben a korszakban, a plakátok minél színesebbek voltak, és rengeteg grafikai újítással, különböző könnyomattechnikákkal készültek. Kifejezetten reklámcélt szolgáltak, és egy nagyon múlékony műfaj volt, mert Magyarország a hangos filmgyártásban élen állt, csak Németország és Olaszország előzte meg ebben a korszakban európai szinten, és ez magával hozta azt is, hogy szinte két hetente, 10 naponta voltak új filmpremierek ebben az időszakban, szinte hihetetlen, több mint 360 hangos film forgott, és ezek a plakátok ugye nagyon gyorsan váltogatták egymást. A különböző hirdetőtáblákon voltak nagy filmszínházi, nagyméretű plakátok, és voltak úgynevezett rácsplakátok, amelyeket a szabadtéren a fák köré szervezett hirdető oszlopok rácsain helyeztek el. Ez a két fő típus, ami a kiállításnak is a plakát fajtáit adja, és nagyon szépen kibontakozik az első hangos filmtől, a Kékbálványtól kezdve, az első hangos sikeren, a Hippolita lakájon át, a korai korszaknak a játékra specializálódott ipara, ahol Kabos Gyula, Gózon Gyula főszereplésével nagyon remek játékfilmekben lehetett része a közönségnek. A kiállítás nagyon érzékenyen bemutatja a korszakban azt a változást is, amikor a zsidó törvények hatására hirtelen a zsidó származású filmesek, operatőrök, rendezők és színészek is eltűnnek
kiesnek az árcszám miatt a filmkészítők sorából, és átalakul, új sztárok jönnek, még Jávor Pál sikere az első hangosított, félig hangosított filmben való szereplés után töretlenül megmarad a pályája végéig. Addig olyan remek filmszínészek tűnnek el, mint Kabos Gyula, zsidó származása miatt üldözött Perczel Zita, Szőke Szakál, aki számos német és magyar filmben szerepelt, és Amerikába menekülése után pedig a Casablanca fő pincéreként tért vissza 1942-ben. Az új filmes korszak a vígjáték műfajt háttérbe szorítja, és új műfaj jelentkezik, ez pedig a melodráma, és 1939-ben új sztár születik egy új nagy sikerű filmmel, a Halálos tavaszban feltűnik Karádi Katalin. A melodráma való váltást is nagyon szemléletesen kifejezi a kiállítás, hiszen tárgyakat is, korabeli tárgyakat is a filmben szereplő jellegzetes tájtípusokat is felvonultak, royal írógépet, a meseautóban használt telefontípust, vagy gramofont, ami a Halálos tavasznak és a melodráma filmeknek egy nagyon fontos kelléke. A 40-es években bemutatott zenés-táncos filmek mellett a magyar kosztümös filmnek az új korszakával is foglalkozik a kiállítás. A beszélő köntös, mint az első színes kockákat is tartalmazó film egy nagy közönségsiker lett, ezután pedig főként a háborús időszaknak a filmjeinek a bemutatásával foglalkozik a tárlat, hiszen a második világháború alatt számos alkotás készült, ami akár az első világháború, akár a második világháborúnak az aktualitását dolgozza fel. Ezek egy része propagandisztikus elemeket is tartalmazott természetesen, de születtek olyan remek vígjátékok is ebben az utolsó korszakban, mint például az Ez történt Budapesten, ahol a háború tényét csupán néhány finom részletből, néhány finom elszólásból következtetheti ki a néző. 10 órától kiárási tilalom van, nem lehet taxit kapni, mert nincsenek taxisofőrök, nehéz alkoholhoz jutni, de az élet valamilyen módon folytatódik tovább, míg a harctéren harcolnak a katonák. Az utolsó év a németek Budapestre történő bevonulásával ér véget. 1944 első felében készülnek az utolsó magyar hangos filmek ebben a korszakból, és utána egy nagyon nagy mélyrepülés következik be idézőjelben mondva, ami azt jelenti, hogy nagyon sok film eltűnik, nagyon sok filmet Oroszországból hoznak a későbbiekben vissza, hiszen a szovjet csapatok eltulajdonítják, elviszik ezeket az alkotásokat, nagyon sok filmet megsemmisítenek, és az elkövetkező korszakban, az 1950-es évek után szinte tilos lesz a Horthy korszakhoz kapcsolt filmeket vetíteni, forgalmazni, és tulajdonképpen az enyhülés után a film ennek a korszaknak a felfedezése kapcsán új lendületet kap a hangos film feldolgozása, és ennek az eredményeként születhetett meg ez a kiállítás, amely egy korszaknak egy remek termékét, a magyar hangos film plakátok első korszakát mutatja be az érdeklődők számára. Stílusukban mennyire változnak, hogyan idomolnak a korszakhoz? Ezek általában egy nagyjából egy séma szerint készülnek, vannak mondjuk kiemelkedő plakátművészek, mint például a Kenyeres György, aki
grafikusként specializálódott erre a területre. Önnek emlékezetes például a Gyurkovics fiúk című filmhez készített 2 méternél is magasabb, hosszabb méretű nagy plakátja, vagy pedig az a színész sorozata, a cinkográfia mappába egy aláírásokkal ellátott magyar filmsztár grafikai sorozatot készített a korszak legnagyobb színészeinek, hölgyeknek, uraknak az arcképével. Saját kiadásban jelentette meg 1941-ben. Ma egy unikális példánynak számít az a néhány darab, ami fennmaradt ebből a sorozatból. A kiállítás ezt teljes egészében bemutatja egy győri magángyűjtő segítségével, aki kölcsönözte a kiállításra remek alkotásokat. Mondanám, hogy ismerjék ezeket a magángyűjtőket, ismertek voltak, vagy pedig most a kiállítás kapcsán mutattak fel a hozzatőket? Több más kiállításon, projekten való együttműködés során ismeri meg azokat a magángyűjtőket a múzeum intézménye, akikre számíthat, akiknek a gyűjteményéből válogatan. Illetve nagyon fontos a tárlatnál a közgyűjtemények szerepe is, hiszen a Manda archívumából, a Nemzeti Filarchívumból, illetve az Országos Széchenyi Könyvtárból is tudtuk kölcsönözni ezeket a remek darabokat, illetve van egy győri magángyűjtemény, ami speciálisan filmplakátokra specializálódott, így az ő segítségükkel valósult meg a tárlat. Említetted, hogy a grafikán különböző technikákat alkalmaztak. Milyen technikai tétások felezetek? Hát főként a kőnyomatnak a minél színesebb használata, ugye az újság a reklámhordozókat, azt főleg ezzel a technikával készítették papír alapon, és de már a korszak végén, például a Beszélő köntös című film kapcsán feltűnnek olyan plakátok, ahol fotográfiai alapú technikákat alkalmaznak, ez azt jelenti, hogy fotókat montíroznak a filmből való akár standfotókat, akár a művészekről készített fotókat helyeznek el a plakátokon, ezzel egészítik ki a felületet. Alapvetően ez a kettő irány van, egy könnyomatos, rajzosabb színes irány, és egy olyan, ahol már fotográfiákat is alkalmaznak, ez utóbbi a ritkább. Mutatod, hogy alapvetően vannak a nagy plakátok és a rács plakátok. Ránézésre el lehet őket különíteni? Természetesen, hiszen a rács plakát az a harmada területét tekintve a nagy plakátnak. Így arra mindig valami nagyon gyakori, hogy egy teljesen más téma feldolgozása kerül, mint a nagy plakátra. Tehát az sem ritka, hogy egy filmnek más küllemű a nagy plakátja, és más a rács plakátja. A rács plakát az mindig ugye kicsit zsúfoltabb lesz ezáltal, és hordoznia kell azt a pillanatnyi információt, ami a sok-sok rács plakát közül, amely a fátvédő rács oldalán található, hogy nagyon látványosnak kell ahhoz lenni, hogy felhívja a filmre a figyelmet, és így a színek, a formák alkalmazása az mindig meghatározó ezen a területen. Mit tudunk ezeknek a plakátoknak a használatáról? Voltak-e olyan helyek, ahová őket rendszeresen kitükröztették, vagy pedig a filmhozamoknak a terében A filmszínházak terében is megtalálhatók voltak, a különböző a homlokzaton is megjelentek, a filmszínházak homlokzatán, de a már említett városi térben elhelyezett fák köré rakott rácsokon megjelent formában is a körúton mindenfele megtalálhatóak voltak ezek a plakátok.
sőt, vannak olyan fotóink is, hogy a Blaha Lujza téren az MK szálloda egykori épületevel szemben lévő nagyméretű historizáló bérház, illetve a másik oldalon lévő bérház közé is nagyméretű kifüggesztett filmplakátok kerülhettek, például Karádi Katalin filmjeit ilyen módon is népszerűsítették. Utolsó kérdésként, milyen mennyiségben készültek, nagyobb számot tudunk? Ezzel nem rendelkezünk pontos adatokkal, inkább a kutatás azt emeli ki ezen a téren, hogy ez egy folyamatosan megújuló műfaj volt, tehát a sok-sok filmnek mindig újabb és újabb feldolgozásai, plakátjai jelentek meg, így nagyon gyakran el is tűnt az utcáról a plakát, és van olyan film, például az első magyar hangos filmnek, a Kék Bálványnak, nem ismerjük a plakátját, fizikálisan nem rendelkezünk vele semmilyen gyűjteményben, csupán egy tévéhíradó felvétel kockáján maradt fenn, ahol egy utcai jelenetben háttérként feltűnik a filmplakát, így ismerhetjük. Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Múltkor este a moziba bevonultam én. A film címe az volt, hogy az Álmok szigetén. A szememet a sötétbe, ahogy kinyitom, suttog valaki mindegy, suttogóba rintom. Na tudja mit? Megsugok itt. Fülében nagy titokba halkan valamit, és az amit? Megsugok itt. Csak az, hogy rég imádok titkon valakit, nem sugok itt. Csupán annyit, hogy az a nő kegyethez szörnyen hasonlít. Remélem, hosszú szíve tudja már, hogy ki lehet. Ez az, amit megsúgok. Akkor olyan szerelmes volt, mond nekem való. Éppen szerelmet vallott a Jávor Pali úr. Talán ez is oly szép ember, mint egy mozisztár, aki a sötétben itt már hosszor súgja már. Tudja mit? Megsúgok itt, szíve nagy titokba, halkan valamit, és az, amit megsúgok itt, csak az, hogy rég imádok titkon valakit, nem súgok itt, csupán annyit, hogy az a nő kegyethez szörnyen hasonlít. Remélem, huncuk szíve tudja már, hogy ki lehet, ez az, amit megsúgok itt. Világos lett, mert a film egyszerre véget ér. Kisült, hogy a suttogó úr kopasz és kövér. Ennek a kis történetnek tanulsága sok. Várd meg, míg világos lesz, ha valaki suttog. Na tudja mit? Jaj, megcsugok itt. Fülében nagy titokba halkom valamit. Igaz, amit? Megcsugok itt. Csak az, hogy rég imádok titkon valakit, nem súgok itt, csupán annyit, hogy az a nő kegyetve szörnyen hasonlít. Remélem, hosszú szíve tudja már, hogy ki lehet, ez az, amit nem súgok itt. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Most a zene után Grászdi Bernadettet magáról, a Rómer Floris Múzeumról, mint intézményről kérdeztem, illetőleg a Csikóca műhelyről készítettem riportot Varka Zsuzsával. Hallgassák meg! A múzeummal kapcsolatban mit tartasz fontosnak, kiemelésre méltónak?
Az intézményünk az idei múzeumok majálisán az év múzeuma külön díjat nyert el. Ez azért is egy fontos és megtisztelő díj, mert elismeri a múzeumnak az irányú tevékenységét, amely a fiatalokkal, a fiatalok múzeumba való bevonását és a kortárs képzőművészet támogatását és népszerűsítését tűzte ki célul. Intézményünk példaértékűen egy olyan múzeum, ahol egészen kicsikortól, óvodáskortól kezdődően fiatal felnőtt koron át a családokra fókuszálva egészen a szép korig foglalkozunk a múzeum látogatókkal. Ez azt jelenti, hogy gyermektáboraink mellett például kiemelkedő, hogy időskorú látogatóinknak népszerű festőtábort valósítunk meg immár harmadik éve, és hogy a fiatalokkal való foglalatoskodásnak egy olyan terét alakítottuk ki az egyik múzeum épületen belül, amely egy Győr városában fontos tendenciává vált ifjúsági klubbá nőtte ki magát, ez a Rómer ház épülete, amely a közösségépítést tűzte ki célul. Egyre népszerűbb az Európai Uniós pályázatok körében cselekvő közösségekről beszélni, olyan fajta networkingről, együttműködésekről, amelyek az anyagiak cseréjén kívül a szolgáltatásokban, az egymás segítésében, az egymás programjainak a propagálásában, programcserép területén megvalósuló kezdeményezésekben mutatkoznak meg. Így felkerestük a városban élő olyan fiatal közösségeket, csoportokat, vagy akár egyedi személyeket, akik valami érdekessel, valami számunkra fontossal és unikálissal foglalkoznak, és ennek a tevékenységnek egy terepet keresnek, egy olyan helyet, egy olyan háttérintézményt, ahol megvalósíthatják ezt az alapvetően civil tevékenységüket. Így kezdett el működni a Múzeum Rómer ház épületében egy színjátszó csoport, akik nevelési társulatként is működnek, tehát fiatalokat, gimnazista korú ifjakat tanítanak a színjátszásnak a legfontosabb elemeire. De összegyűjtöttünk fiatal tervezőket, dizájnereket, akik workshopokat, időszakos pop-up vásárokat tartanak, amivel közelebb hozzák Győr városában Budapesthez, illetve más városokhoz kötődő fiatalokat érdeklő kulturális tevékenységeket a kreatív alkotás területén. Van egy erős csapatunk, aki zenei szervezéssel foglalkozik, a néptánctól az élő zenén át a különböző DJ-s fellépésekig terjed ennek a köre. Van egy elektronikus zenei workshopunk, ahol a kísérleti zenének a különböző műfajait ismerhetik meg kis csoportos foglalkozásokban az érdeklődők, és természetesen kiállításokat is rendezünk fiatal alkotók számára. És van egy tanműhelyünk is, amely grafikai, mely a Győri Grafikai Műhelynek az egysége, ahol hivatalos szakgimnáziumi oktatás is folyik, hiszen a helyi művészeti szakgimnázium, képzőművészeti szakgimnáziumnak a képgrafika óráit azt a múzeum által fenntartott grafikai műhelyben valósítsuk meg, hiánypótló helyszín gyanánt nagy örömmel, és ezzel a szakképzésbe is bekapcsolódik az intézmény. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon színes és szerteágazó
műfaj, ami különböző szinergiákat teremt, és ebben van jövő és van erő azáltal, hogy az egyének és a különböző csoportok összefognak egy intézményi háttér segítségével, még többet, még jobbat, jobban tudjuk közvetíteni a múzeális intézmények, a múzeumok, közgyűjtemények által meghatározott utat, a régi hagyományos értékek megőrzését és az új kortárs értékek ápolását. Hogy e kettő dolog, ez egymással párhuzamosan, egymással kölcsönhatással, egymással azonos szinten éljen minden győri és minden győrbe látogató fiatal és idősebb korú gondolkodásában. Milyen tapasztalatotok a fiatalok iránt érdeklődnek vele inkább? A fiatalok szeretik az olyan dolgokat, amelyekről mondjuk különböző közösségi portálokból értesültek, olvastak egy újságba, egy számukra népszerű újságba, vagy a tévében látták valamiféle kontextusba, vagy egyszerűen hallották osztálytársaiktól, barátaiktól, és az ilyen népszerű témákat sokkal könnyebb felölelni, és ez sokkal szélesebb, mint gondolnánk. Tehát ez nem csupán egy könnyű zenei koncertben mutatkozik meg, a bulizás élményében lehet, hanem nagy szükség van például arra, hogy a különböző plázamozik világában megmaradjanak olyan kisebb vetítőhelyek, kisebb filmszínházak, kártmozik is, amelyek egy kicsit a szofisztikáltabb érdeklődésű körnek, akár az underground kultúrát jobban értő és szerető fiatal körnek is szólnak, ahol meg lehet nézni különböző európai filmfesztiváloknak a filmjeit, belekapcsolódik mondjuk a budapesti filmmozis közösségi életben a szerveződés, és ez nagyon szépen megvalósult nálunk a Rómerházban, I Love Mozi néven fut egy nagyon kedves program, ami az NKA támogatását is elnyerte. Művész közönség találkozókat is tartunk, tehát egy-egy filmszereplővel, rendezővel a magyar viszonylatokban lehet találkozni egy-egy film bemutatója kapcsán. Mi a tapasztalat a fiatalok? Melyik műfajt kedvelik leginkább, vagy inkább az összművészetit, ahol többféle van együtt? Én úgy érzem, hogy ők szeretnek válogatni. Ha van egy programplakát, ahol összművészetileg minden megtalálható, akár egy hónapon belül, akkor abból szívesen csemegéznek, kipróbálnak dolgokat, és nagyon fontos a suttogó propaganda, nem tudom most jobban kifejezni. Tehát, hogyha másnak ő ajánlja személyesen, annál nagyobb reklámot nem kaphat ennél a korosztálynál az adott program. A Facebook mennyire él? Facebook nagyon fontos, hogy szinte ez az egyetlen olyan információs forrás, még az Instagram mellett esetleg, amelyel információt közvetíthetünk, ez az, amit megnéznek. Most a Múzeumi Ifjúsági Ház már közel 7000 fős Facebook közösséggel rendelkezik, és ezek nem megvásárolt lájkok, nem olyan lájkolók, hanem ténylegesen látogatók, akik felkeresték, és aktívan felkeressik a különböző rendezvényeinket, különböző korosztályból összetevődve. Szóval hogyan szervezi meg a Facebook életét? A múzeum a Facebook életét úgy szervezi meg, hogy van egy kolléganőnk, aki kommunikációsként ezzel foglalkozik, nézegeti, ellenőrzi a posztokat, a hozzáféréseket, és megszervezi a reklám lehetőségét is, hiszen néha sokkal jobban teljesít
mint egy adott poszt, hogyha ha reklámozzuk, és a posztok is olyanok, a Facebook posztok, mint egy kicsit a kiállítások, hogyha elkészültek, akkor nem szabad őket magukra hagyni, mert akkor lehet, hogy csak egy ilyen kis próbálkozás, ami eltűnik az éterbe, és nem történik vele semmi, hanem igenis szükséges az, hogy akkor hozzáírjunk egy kommentet, rátegyünk egy kis hirdetési összeget, és ami nagyon gyakran egy csekély összeg, de mégis sokkal nagyobb nyilvánosságot eredményez az adott rendezvénynek, és ebben hozzájárul a sikeréhez is a kezdeményezésnek. A Csikóca műhely a Győri Rómes Flóris Múzeumban nagyon eredményesen tűnt, pedig mi ennek a titka? Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Farkas Zsuzsa vagyok, a Győri Csikóca Művészeti Műhely és Kiállító Térnek a felelős kiállítás és program szervezője. Mi sem gondoltuk volna, hogy ennyire jó kezdeményezés, annak idején 2010-ben, akkor még gyermekmúzeum néven létrehívott kiállító helyünk, illetve hozzátartozó műhelyünk, de valószínűleg azért lehet nagyon sikeres, mert a családokat egyszerre tudjuk fogadni, tehát több generáció egymás mellett ugyanazon a programon meg tudja találni a számára a szórakoztató, élményszerű tudás anyagot, illetve kreatív foglalkozásokat. Milyen foglalkozások vannak? Tehát mik azok, amik ennyire hozzák a család? A kiállításaink azok általában kortárs képző, illetve iparművészetre, dizájnra épülnek fel, illetve próbálunk mindig valami újdonságot is belevinni, ami általában a gyermekekhez közelebb álló, és ezáltal könnyebben megszólítható ez a réteg. A foglalkozásaink természetesen erre épülnek fel, a kiállításokat megpróbáljuk minél interaktívabbá felállítani, ami annyit jelent, hogy már a kiállító térben nagyon sok mindenhez hozzá lehet nyúlni, ami ugye most már a 21. században egy múzeumban szinte elvárás, mert már nem a régi bevett szokás van, ahol tulajdonképpen messziről lehet csak szemlélni a kiállított műalkotásokat, és akkor emellé még egy külön nagy komplex műhelyt építettünk, ahol aztán múzeumpedagógiai foglalkozások, drámafoglalkozások keretében lehet feldolgozni a fent látottakat. Szeretnénk mindig előtérbe helyezni a képzőművészeti technikákat, festészeti, grafikai technikákat, mert bár lehet, hogy nincsen létjogosultsága a mindennapi életben, hiszen már majdnem minden a digitális nyomda eredménye, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy az alaptól való kiindulást meg tudjuk mutatni a legkisebbeknek is, hogy aztán ők is rájönnek, hogy milyen fontos az, hogy hogyan került a mobiltelefon a kezükbe, hogy ennek tulajdonképpen az a kiinduló alapja, hogy az ember a legelején csak követ pattintott. Most éppen milyen kiállítás van, és mi kapcsolódik hozzá a foglalkozás tekintetében? Most éppen Faber Kovács Krisztián színérzék Color Motion című kiállítása látható nálunk a kiállítótérben. Ez tulajdonképpen egy olyan kiállítás, ahol portrék, illetve önarcképek láthatók, de nem hagyományos értelemben vett képek ezek, hiszen arcokat szinte nem is láthatunk, csak színfoltokból, színkavalkádból összeálló sziluetteket, ányképeket. Minél idősebb egy-egy modell, egy-egy alany, annál színesebb, hiszen ezek a színek jelképezik a belső tulajdonságokat, a vérmérsékletet, és ezáltal próbálunk meg visszakövetkeztetni az ábrázolt egyének a jellemére. Ehhez kapcsolódóan is megpróbáltuk megmutatni azt, hogy milyen ecsetkezelési technikák vannak, visszakövetkeztetni a képekről, hogy vajon ez ecsettel készült, vagy akár ecset nélkül is. Volt egy Fes ecset nélkül című foglalkozásunk, illetve próbáltunk a színek szerepére épülő, erősítő foglalkozást is kialakítani, ahol ugye a fedőszínek, illetve a transzparens színek, a színkeverés az az, ami előtérbe került.
hiszen tudjuk, hogy tulajdonképpen három, illetőleg öt címből a világ összes színe kikeverhető elvileg, hát nyilván ez nem így van, de megpróbáltuk meg is vertetni a gyerekeket azzal, ne essenek kétségbe, hogyha csak kevés színen rendelkezésükre, hiszen szinte minden ott van a kezükben. Most a nyár folyamán mi várja a gyerekeket a Csikócai helyben? Hamarosan megnyílik Kinoptika, Mozgás és Mozog című kiállításunk, amely a Győrben nyáron megrendezésre kerülő EOF-hoz kapcsolódó témát dolgoz fel, illetve ehhez próbáltunk egy kicsit közelíteni, hogy a sport, mozgás nagyon fontos az életünkben, és ez valamilyen szinten a művészetben is megjelenik. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri a kinetikus művészetnek az alkotásait, a mozgó szobrokat, mi nem szobrokat hozunk, hanem a kinetikához hasonló grafikákat, kicsi optikai illúziókat, csalásokat, amihez mozogni kell, vagy a képet megmozgatni ahhoz, hogy életre keljen, hogy láthassuk az értékét. És ehhez kapcsolódóan szeretnék majd programokat tartani a nyáron. Van-e valami, amit úgy gondolod, hogy érdemes lenne még elmondani? Az az igazság, hogy a helyszínünk az tábor helyszínként funkcionál a nyári időszakban, de nem feltétlenül ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan, tehát egy tábor lesz, ami felhasználja, illetve a múzeumok majálisán egyik fő helyszínünk, egyik fő gyermekhez. Ja, akkor még a múzeumok majálisával kapcsolatban néhány szót szóljál. A múzeumok majálisára is ugye megérkeznünk a gyermekműhelyel. Megpróbáltuk körüljárni annak a tárnak a témakörét, amit kihoztunk a kertek témában. Ez nem más, mint egy francia barokk legyező, amelyen gyönyörű szép kertjelenetek láthatók, szép virágdíszítéssel övezve, és erre építettük fel a kreatív foglalkoztatónkat is, aminek keretében lehet kis brossokat, kitűzőket gyártani. Természetesen a legyező virág díszeinek, illetve egyéb motivumainak felhasználásával. Gondoltunk a lányokon kívül a kisfiúkra is. Sétapálcát lehet készíteni, ami tulajdonképpen csak egy rejtett sétapálca, mert ráhúzunk egy lófejet, hogy játéklóként is funkcionáljon, tehát ha szeretnénk így, ha szeretnénk úgy lehet használni. Illetőleg, mivel a legyező állítólag fontos titkos kommunikációs eszköz volt, úgy gondoltuk, egy kicsit megpróbáljuk a mai korunkra ráhúzni, hogy hogyan lehet ezt megjeleníteni, úgyhogy a mobiltelefon tartóhoz használtuk fel a legyező motivumunkat, azt is lehet nálunk készíteni. És aki ezek után még nem lenne elégedett, és még igényelne valami mást, természetesen a legyező virágdísz motivumainak felhasználásával fejdíszt, karkötőt, nyakláncot, bármi hordhatót készíthet hozzá. Egy pillanat. Itt van egy kvíz is. Nem tudom, mennyire emlékszel a kérdésekre, de a legyezővel kapcsolatban ez az. Ebből tudsz puskázni azért, nyitom. Így ráraktam, hogy ne szóljon a szép. A legyezővel kapcsolatban egy krízis van, nagyon érdekes kommunikációs eszköz volt a legyező, mint említetted. Hogyan lehetett használni? Hát tulajdonképpen üzenni lehetett a kiszemeltünknek, nem csak igenlő választ, hanem elutasítót is lehetett. Például, hogyha jobb kézzel elhúzzuk az arcunk előtt a nyitott legyezőt, ezzel azt sugalljuk, hogy szeretjük a kiszemelt áldozatunkat, de hogyha csak finoman lehetjük a legyezőt, akkor azt üzenjük, hogy legyünk inkább csak barátok a mennemonda szerint. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Első elva a két szólánon, míg a lába gáztetálon,
fék, aki autón járni olaj, elővizsgát tesz, hogy jól haj, mert egy úrvezető legyen ügyes, nem pedig egy ugriföres diptán mit ugrál. Következik a kaleidoszkóp. Először Kiskun félegyházára invitálom Önöket, ahol számos kiállítás nyílt, pontosabban 4 kiállításról szeretnék referálni, amik a Városalapítók hete rendezvénysorozat keretében nyíltak a Kiskun Múzeumban. Először a negyed század Fekete Zsolt Holló László díjas festőművész kiállítására hívom fel a figyelmet. Ez a művésznek már az 5. kiállítása, többnyire tájképek vannak, azonban szürreális stílusban, illetőleg vannak rajzok is. A alkotásainak különlegessége, hogy több rétegű technikával dolgozik, illetőleg olyan vidékre, tájra vezet el minket, amit csak a képzeletben, a fantáziában létezik. Az alkotás szabadságát mindig is nagyon fontosnak tartotta, és ez a szabadság megnyilatkozik abban is, hogy kiállított például egy olyan alkotást, Csodák városa, az a címe, amelyik 8 éve készül, de még mindig nem készült el, és ami talán sose fog elkészülni a művész szavai alapján, ugyanis ebben minden évben hozzárajzol néhány érdekes dolgot, személyeket, vagy pedig mesefigurákat. Eddig 3-4 valóságos személy van rajta, és olyan figurák, mint Darth Vader, vagy Bagaméri, Don Quixote és Sancho Panza, vagy Sauron, Hófehérke és a 7 törpe, tehát nagyon különleges világnak lehetünk ezen a képen is a tanúi. Egy másik itt nyílt kiállítás Szép Ilonának a kiállítása, aki ugyancsak tájképekkel jelent meg, a táj élmény azonban itt inkább a lélekről szól, tehát nem a különlegességével, hanem a belső tartalmával, a hangulatoknak a kifejezésével érzékelteti a művésznőnek az érzéseit, aki egyébként a Sáskaféle iskolában tanult, illetőleg a Jakab-Szállási művésztelepen szokott alkotni. Jellemzően akrélképeket készít, illetőleg vannak pasztelképei is, és többnyire sötét tónusúak, a legutóbbi művei között van olyan, amelyik élénk színű. Stílusában az expresszionizmus és az impresszionizmus keveredik, mindkettőnek a hatása érzékelhető. Ez a kiállítás a Szakmaközi Művelődési Házban nyílt. A Móra Ferenc Művelődési Központban viszont Kolozsvári Sándor, szintén Holló László díjas képzőművész hagyatékából mutatnak be egy kiállítást, aki a Kiskun Félegyháza Városművészetiért díjjal és az Art Addiction díjjal is ki lett tüntetve. Egyébként 2012-ben hunyt el. Művészet fene gyerekeként emlegették itt, hiszen műveire jellemző az absztrakció és az organikus művészetnek a keveredése, a szürreális és a konceptualista stílusnak a megjelenése, egy állandó kísérletezésben élt. Meghökkenteni, felzaklatni, megbotránkoztatni akart. Folyamatosan újította meg önmagát, hiszen aki nem újul meg folyamatosan, az a rutinba vész bele, és elveszti művészi mi voltát. Budapesten, a Budapest Galériában, a Lajos utcában Váradi Brigitta kiállítása szintén a kísérletezésre épül. Ő különböző felületeket és tárgyakat hoz létre, mindig azonos anyagból. Ezúttal a gyapjú az alapanyaga, az emlékezés, emlékeztetés mechanizmusát vizsgálja a látvány és a tapintásnak a segítségével. Jellemző rá egyébként, hogy elzárt közösségeknek eltűnő hagyományait kutatja művészetével, hétköznapi tevékenységeket vizsgál. Maga Írországban és az USA-ban él, így nem véletlen, hogy a New York állambeli Liberty Teát és az írországi birkapásztoroknak a témáját dolgozza föl. Művészeti alkotásait kutató munka előzi meg, ezt fényképekkel, videókkal dokumentálja. És a munka eredményeképpen új technikákat is kikísérletezik. Miskolcon, a Rákóczi Házban a Miskolci Grafikai Triennálé nyílt meg,
amelyet a Magyar Művészeti Akadémia támogat, és a tavalyi évben hirdették meg. Szegeden, a Somogyi Könyvtárban a fontmunkások a könyvtárba mentek. Kótai Gábor grafikája Somogyiban egy különleges életútnak az eredményeit mutatja be. Kótai Gábor ugyanis Munkácsi díjas grafikus művész, tipográfus, aki betűtervezéssel foglalkozik, emellett arculattervezési projektekben és belsőépítészeti installációk létrehozásában is részt vett, mintegy 500 betűcsalád köszönheti létét neki. Budapesten az öntödei gyűjteményben Tűzben született vascsipkék, válogatása Vaszkó gyűjtemény legszebb darabjaiból. A Gyenesdiási gyűjtő kollekciójának jelentős része törzsanyaga a Váci Tragor Ignác Múzeumba került, a Pannonia házban van kiállítva, erről egy műsorban már beszéltünk is. Kisebb része azonban ide került az öntödei gyűjteménybe, és itt ezekből rendeztek most kiállítást. Tehát mini kokszkályha látható például a 19. század elejéről, aztán a monarchia idejéből huzamkályha, de emellett művészi öntött vas használati tárgyakat is, mint mécsesek, fényképtartók, falitálak, harangok szintén meg lehet csodálni. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeumban újdonságok, ódonságok. A kiállításon a két világháború közötti és a 60-as évek tárgykultúráját mutatják be, számos személyes élményt is felelevenítve. Győrben az Eszterházi palotában régebbi időre nyúlnak vissza, 150 év, az osztrák-magyar kiegyezés a kiállítás címe, és ez az 1867-es közjogi viszonynak a rendezését mutatja be, illetőleg az ennek következtében kialakuló fellendülést, gazdasági fellendülést, ugyanakkor az előzményeket is, tehát 1848-49-es szabadságharcra is utalnak. A politikai és a mindennapi élet egyaránt sorra kerül, a modern polgár iparváros kibontakozását mutatják be. És természetesen Deák Ferencről sem feledkeznek meg, akinek Johann Claro bécsi festő elefántcsontlapra készítette el az arcképét. Ezt a miniatúrát meg lehet tekinteni itt. Budapesten, a Budapesti Történeti Múzeumban Kincsek a város alatt. Régészeti kiállítás 1867-2005-2015 címmel. Itt a kiegyezést követő gazdasági fellendülésnek az eredményeképpen meginduló régészeti emlékek gyűjtését, módszeres feltárását mutatják be, amely akkor még Pest, Buda és Óbuda területén zajlott, tehát még ekkoriban nem egyesítették a három várost Budapesté. A legutóbbi 10 év legfontosabb ásatásainak az eredményeit, legjelentősebb leleteit tárják a látogatók elé, mintegy 100 lelőhelyről származnak a tárgyak, csaknem 2000 értékes lelet tekinthető meg. Kezdve az őskorral, őskori arcos edényekkel, temetkezésekkel in situ bemutatva, aztán a római kori limesz mentén fekvő városnak, akvinkumnak a mozaikjait, falfestményeit, egyedi tárgyait lehet megtekinteni, a középkorból a budai várnak az életébe, majd a török hódoltságból a pasák palotáinak a fényűző tárgyaira lehet rátekinteni, és természetesen a fegyverekre is, mindazokra, amit a főváros földje rejtett. A leletek előkerülése pedig nagyon sokszor a különböző beruházások és fejlesztésekhez kapcsolódnak, így például a budavári karmelita kolostornak az ásatása, a budai városházának a felújítási munkálatainak az eredményeképpen, vagy a Mátyás templom felújítási munkálatainak az eredményeképpen kerültek elő. Ugyanakkor a Margit-sziget kutatása, a Kossuth tér átépítése, vagy az Esztergomi vasút rekonstrukciója, az M0-ás körgyűrű építése, vagy ipari parkok, mint például a Graphisoft park, vagy lakóparkok, mint a Csúcshegy harsánylejtői parknak az építése során, de hát magánházak építésekor is értékes leletek láttak napvilágot. Így Budapest területének a története pontosabban kirajzolódik az első települési láncoktól, központoknak a kialakulásáig, ezeknek a kapcsolatáig, nagyon sok mindent elárulnak a terület történetéről, és a tárgyak, amik előkerültek, nem csak történeti értékűek, hanem nagyon sok művészeti értéket is képvisel közöttük. A jobb megértés digitális háttéranyagok segítik, virtuális 3D-s rekonstrukciók, makettek, rekonstrukciós rajzok,
a kisebbek számára pedig interaktív játékok. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban szintén a múltra, a régmúltra emlékeznek, Szent László emlékezete című kiállításukkal. Szent Lászlóról emlékeznek meg, akit Magyarország bajnokaként Atléta Patriae néven tartották számon, az árvák és a gyengék védelmezőjének, a hajadonok megmentőjének tartották, és igazságos, szigorú törvényhozóként emlékeztek vissza róla. Ő volt egyébként a középkor legnépszerűbb szentje, az a lovak király, aki a Kárpát-medencében osztatlan elismerést élvezett, és akiről az Anjou legendárium, a Képes krónika, Túróci krónika, Nürnbergi krónika egyaránt úgy emlékezik meg, mint egy hősről, aki vitéz volt, és emellett a vallási erényei is rendkívül fontosak voltak. Olyan szent volt, akiről a 13-15. Században egész freskó ciklussal emlékeztek meg. A kiállítás tehát életét, alakját és tiszteletét mutatja be, koronázásának 940. szenti avatásának 825. évfordulója alkalmával. Alakjával kapcsolatban megjelennek a lovak király miniatúrái, Nagy Lajos kori veretett aranypénzeken, glóriás alakja, és a Szent László herma is látható, további a szenthez kapcsolódó emléktárgyakkal. Alakjával párhuzamosan a korszakot is bemutatják, régészeti leletek segítségével, például függők, esvégű hajkarikák, karperecek, kardok, buzogány, nyílhegy, tárdahegy, kengyel vagy sarkantyú is látható, illetőleg 1091-ben alapította a Szent Egyedről elnevezett Bencés apátságot Somogyváron, ennek az eredeti 11. századi elemei is megtekinthetők, a szerzetesi életnek a mindennapjait bemutató emlékekkel, mint például a könyvcsatok vagy a kerámiák. Végezetül a Budapesti Szikla Kórházra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol június 1-én nyílik Én lettem a halál, a világok pusztítója című kiállítás, az atomfegyverek pusztító hatását mutatják be Hiroshima-i és a Nagasaki atomtámadáson keresztül. Eredeti tárgyak is láthatók, olyanok, amik megégtek, megrongálódtak a támadás során, és amelyekhez személyes történetek kapcsolódnak. A kiállítás tehát a nukleáris fenyegetettségre és a kibontakozó új hidegháború veszélyeire is fölkívánja hívni a figyelmet. Létrejöttéhez a Hiroshima-i Békeemlékmúzeum és a Nagasaki Atombomba Múzeum is hozzájárult tárgyak kölcsönzésével. Egyébként a kiállítást az intézmény saját maga hozta létre, mindenféle támogatás nélkül. A megnyitó érdekessége pedig az lesz, hogy egy túlélő szemtanú fog visszaemlékezni az eseményekről. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.